Az utóbbi időben egyre jobban beleástam magam az Irénke univerzumba, és újabb arcokat találtam. Újabb és újabb járatok nyíltak meg a Trash labirintusában. Úgyhogy elhatároztam, hogy hozok belőle még egy videót, ha már ekkora műveltségem van a témában. Én figyelemmel követtem mindenkinek a karrierjét, és azt vettem észre, hogy Irénke kezdi kinőni a nyugati pályaudvart. Ahogy láttam, már közmunkás páholy is van, ahol az érdeklődők éves bérlettel tekinthetik meg a darabot. Igen! Egyébként tényleg tök jó látni, hogy milyen kedves az emberekkel, és hogy a közönség is egyre kedvesebben áll hozzá. Mert lehet, hogy a rajongás hamis, de az ölelés igazi. Az énekesnő előszeretettel dalol kedvenc szürrealista festőjéről. Nekem van egy apró szakmai észrevételem. Szerintem a tracklistet azt már lehetne egy kicsit update-elni, mert amúgy tök jó ez a Titanic, Jimmy meg Notar Mary kombó, de valamit frissíteni kéne már rajta. Hoppálé, hoppálé! Egyébként nem tudom, megfigyeltétek-e, de fejlődött a hangja. Még nem veszítetek! Még nem! Még egy kis gyakorlás, és lesz ebből még valami. És sokan kritizálták Irénkét, hogy hogy mer pénzt kérni a szelfikért, de teljesen érthető, hogyha egy előadónak nincs más monetizációs forrása, akkor valamiért pénzt kérjen. Szerintem nem sok két telefont egy szelfiért, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon sok követőm van. És az emberek ma már nem CD-ket vesznek, hanem szelfiket. Egy 1000-es vagy 500-as kimegy tudani 3 pénzt elfogadom. És ezzel nem meglepődni kellene, hanem perkálni. Elő a tárcákkal, azt nyomassátok a pénzeket neki. Ha valaki lájkokat szeretne gyűjteni egy troll selfie-vel, akkor fizessen érte. De az ölelés ingyen van. Egy ölelés, kapom! Igen! Köszönöm! Adott igen. No, vaja. Egyesek úgy követelik a selfie-t, mintha alapból járna nekik. Ezek az emberek lennének a legjobban felháborodva, hogyha mindenki fotózkodni akarna velük. Titanic! Éjjön! Ez az! Titanic a kedvencem! Irénke élő live-jaiban ilyen bölcsességeket is hallhatunk. Egy nő minél visszataszítóbb, annál inkább köl! És a kutató munkám során azt is felfedeztem, hogy gombamód szaporodnak a rajongói oldalak, melyek egyre hitelesebben posztolnak a művésznő nevében. Viszem a rendőrségre a dolgot, drágáim! A rajongók pedig nem csak egyre többen vannak, de egyre kreatívabbak is. Nem hiszem, Irénke ilyen szinten megillette az embereket. Na mennyi munka van már ezekben a videókban? Neked annyi, most a héten neked annyi, úgyhogy készüljél föl, kisapám! Kisapám! Készülj föl neked egyszerű! Gyere, megtaposlak, mint egy piócát! Mint egy bűnöny bugarany! Ilyen kreatív közössége nincs még egy celebnek ebben az országban. És a kéne, tudti a perrilla? Ti Irénke? Irénke. Irénke, mami! Sőt, már a kényelmi szempontokat figyelembe véve, házi koncertre invitálja a rajongókat. Nem nehéz eljönni dologig Komárom-Esztergom megyéig. Nem könnyű, maximum egy óra hossza. Én mentem volna, ha azt hallottam volna, hogy ilyen, mint Elet Junior, meg stb. Notár Méri, hát én a 8. kerületbe elmegyek. Mateszopsz mellett Irénke másik fő ellensége, Pikács Violetta, akivel valaha egykoron még egy színpadon álltak. A meglepetésünk ugye megérkezett Irénke. Sőt, ugyanarra a pozícióra pályáztok egy másik színpadon is. Lényeg az, hogy ő az X-faktorba indult. De sajnos ő neki, ugye nem sikerült ez a lépcső. Violetta még a profi mikrofontartást is megtanította neki. Bocsássatok, meg ő először életében ugye van televíziónál, illetve stúdióban is szinte. Tehát ott mikrofont azt mindig így tartod. Maga biztos mikrofontartást, te nagyon tudod, hogy mit csinálsz. A vérprofi Európa TV-s veteránok beavatták Irénkét a média világába, és Violetta a szárnyai alá vette az ifjú titánt. Én felkarolom őt, és én hangképzést azt tudok neki ugye technikából mutatni. Még jó, hogy Violetta hangképzést nyújtott neki technikából. Csak a profi mentor nem gondolt bele, hogy túlaplikálja a tanítványát, és a tanítvány kinövi a mesterét. Felléptettem, besztároltam, és ez a köszönet, hogy ő belőle utána egy hatalmas nagy felkapott,
Díva lett. Violetta természetesen nem nézte jó szemmel a tanítványa felemelkedését, és a tanítványát fikázó live-okat kezdett el tolni. Össze-vissza kurrogott, meg beszélt, meg hát a hangja sem jó. Megmondom őszintén, nem tud énekelni. Na, végre van valami az interneten. Összekaptak a sztárok. Ilyeneket akarok nézni. Van mint csámcsogni végre. Most már a párdusz nők is élő live-okba pletykálják ki egymást. Irinka, mami! Erre Irénke reagált is. Egyetlen egyszer voltam a Diri Dávén műsorában, azt találta hazudni, drágáim. 4 vagy 8 000 fontot fizettünk neki azért, hogy egy dalt elénekeljek. Igazából egyáltalán nem érdekel ez a dráma, de az egészből csak annyi jött le nekem, hogy itt tényleg a fellépők fizetnek azért, hogy benne legyenek a Diri Dávéba. Pikács felette megkérlek, hogy ne küldözgessék semmit az én címemre. Ez küldte az én nevemre, de nem tudom, hogy mit akar ebben a Pikács Violetta. Vodafone. És most ezért csinálom ezt a videót, mert szeretném őket kibékíteni. Hogy tudják meg, hogy a veszekedés, meg a másiknak való ártani akarás, az nem vezet sehova. Legyen szeretet és béke. Mert ahol szeretet van, ott remény van és jövő van. Ezzel a pezsgővel kívánok egészséget, minden jót. És most ne tudjátok meg, hogy mennyi ilyen félórás élő live-ot kellett végignéznem, hogy azt az érdemi egymondatot megtaláljon bennük. Semmi baj leesett a... Teljesen beleástam magam az élő live-ok világába. Annyira, amennyire nem is kellett volna, de hát... Értetek? Mindent? Váltson nyugodt életre. Ma te szopszanax. Mindenünk a nyugalom. Helyszínváltás. Labzártánk után találtam rá arra a felvételre, melyben egy úriember pofont a Dirénkének. A daliás lovag lecsapja a fele akkor embert, és azonnal elmenekül. Ez igen. Ez egy bátor, humorral kombinált cselekedet. Kedembe akarja pénzjönni, adszom be. Az, hogy valaki nevetgész, hogy hogyan énekel az interneten, az egy dolog, hát én is ezt csinálom. Viszont a bajok ott kezdődnek, amikor az egész átmegy a másik fizikai bántalmazásába. Föltették a Facebookra, ott meg tudjátok. Örvendetes tény, hogy az eset után azonnal megalakult Irénke személyes testőrsége, az Irénke Security. Mi többen vagyunk, mint ő. Ő csak egyedül van. Köszönöm. Megvédünk. Irénkét be kell védeni, hogy a Titanic fennmaradjon a vizen. Protect Irénke. Én a földkerességen fölkerestetem most. De drágáim, most megyek, már itt vannak ellen, itt van ellenőr. One on the right is Big Church, the one on the left is Big Adam, and together they're known as the Great Wall because... Felejts el, hogy létezted! Én Varga Irén! Zelina vagyok! Ez az én nevem!